összes újonnan beszerelt modern, több rétegű hőszigetelt ablakok kerültek a Tolnai Sportszékházba, a főként a város asztali tenisz klubja által használt épület egy pályázatnak köszönhetően újult meg részben. 2018-as évben pályáztunk a Magyar Asztali Tenisz Szövetség felé infrastruktúra fejlesztési, felújítási támogatás iránt, és nyertünk 10 millió 92 ezer forintot. A szövetségtől nyert több mint 10 millió forintot aztán a város önkormányzata pótolta ki, és a több mint 30 taggal rendelkező helyi sportegyesület is hozzátette a szükséges önrészt. Az önkormányzat is segített ezen a pályázati forráson felül a terem kifestésében, a folyósó festésében, a mázolásokban, sőt a folyósón is lettek armatúrák, a neonarmatúrák ledesekre lettek lecserélve. Néhány ajtót cseréltünk bent is beltérben, tehát egész összességében 12 millió forint körül költöttünk. A Fasztron Asztali Tenisz Klubnak is volt egy 230 ezer forintos önereje. Ebbe a pályázat mellé azt a pénzt is felhasználtuk erre a felújításra. Meg tudtuk valósítani a nyilászárók cseréit, a vizes blokkoknak a födém szigetelését, illetve a tetőhéjazat cseréjét, mert még hullámpala volt. A legjelentősebb fejlesztés pedig a mennyezetem, vagyis pontosabban az onnan lelógó világítás kapcsán történt. Sikerült a világítást, a csarnok résznek a világítását modern ledes világítótestekre cserélni, amivel elértük azt, hogy 8-900 lux körül értéken vagyunk, ami már a verseny feltételeknek is megfelel, és harmad akkora fogyasztással. Ezek ledes csarnok világító lámpatestek, több is került fel 6 darabbal, mint a régi higanygőz lámpatestek voltak, és azok óriási fogyasztásúak voltak, búgtak, nem volt kielégítő a fényerejük, vibráltak. Ezek pedig mind fogyasztásra, mind fényerőben, mind pedig hát ugye küllemre, használhatóságra lényegesen jobbak. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy ez megvalósult, mert ez nagyon érezhető. Az Asztali Tenisz Klubnál azt tervezik, hogy folytatják az épület fejlesztését, ehhez pedig a jövőben is igénybe vennék az Országos Szövetség által kiírt pályázatokat. Továbbiakban is pályázunk, a 19-es évben is pályáztunk a idei évre. Szeretnénk még a külső hőszigetelést elvégezni, illetve még a vizes blokkoknak a fajansz, illetve burkolat cseréit felújítani, és a kazán cseréjét, radiátorok cseréjét megvalósítani, akkor egy igazán jól felújított épületről beszélhetnénk már. A fejlesztéseket igazán indokoltá tenni, hogy a sportszékház épületét az asztali teniszezők mellett a szabadidős sportokkal foglalkozók is rendszeresen napi szinten használják. Minden nap van pingpong edzés 4-től 7 óráig. Továbbiakban jönnek még tollaslabdára, tornára, különböző fitness foglalkozásokra, illetve még eseti alkalmakkor az általános iskolások is testnevelés órát tartanak pingpongozást tartva nekik, tehát a testnevelés órát pingpongozással töltik. Tulajdonképpen ezek a főbb kihasználtságok. A szomszéd teremben pedig karate van, mindennapos karate edzés van, illetve ott is fitness tornát tartanak még. Az épületen belül elvégzett munkálatok mellett tehát az ingatlan külső részén is tudtak felújítást végezni a szakemberek, de a tervek itt még nem értek véget.